Tegnap este 11-ig próbálkoztam feltölteni a videót, hát a, nem is tudom, hogy hány perces lett, talán ilyen 14 perces, és hát ilyen 1 óra 12 percet írt a feltöltés, olyan mondom, én azt nem várom meg, úgyhogy most reggel felkeltem, hát hogyha jobb lesz a helyzet. Na most azért, ahogy láttátok, jobban megy, bár most mielőtt kijöttem kávézni, már most tudom, 18 percet írt rá, meglátjuk, hogy mi lesz. Vagytok bent? Optimális esetben a tenyeremen hordozom az egész társaságot, de néha kénytelen leszek lerakni titeket, mert hát kettő kezem van, mint általában a normális embereknek, meg a nem normálisoknak is, úgyhogy ez van. Majd raklak titeket ide meg oda, hogy lássatok is valamit abból, amit szerencsétlenkedek. Muszáj, mert megfájdul a fejem. Lefel. Na. Meg kéne találnom a gyertyakulcsot, mert most gyertyacsere lesz. Szánalmas kis akkumulátorát, amit meg már szerintem félig halott. Azt meg felraktam tölteni. És? Kamerának beszélgetek. De hova rágoraktam a gyertyakulcsot? Lehet, hogy kint van. Tanuljátok meg, mindig mindent ott kell keresni, ahol van. Ennyire lesz szükség. Hello, gyertya. Remélem a fóliát addig majd elfújja a szél. Na. Szóval itt van ez a hülye gyertya, és ennek a motornak, vagy ennek a robogónak 7-es hőértékű kell. Ez meg egy 8-as, ami azt bizonyítja, hogy hosszú élete során legalább egyszer, de lehet, hogy csak egyszer lett benne gyertya cserélve. Ezért ártani nem árt, hogyha rakok bele egy másikat. Ja, ez egy 8-as hőértékű, és vettem hozzá 7-es hőértékűnek megfelelőt. És természetesen az első dolog, látszódunk?
Az első dolog lesz, amit összehasonlítok, az ennek a menetes résznek a hossza, mert hogyha az új gyertyának ez a menetes része hosszabb, akkor nyilván belelóg a hengerbe, abba belever a dugattyú, aztán szavasz. Imádom, amikor kibecsukódik az ajtó, mindjárt megoldom. Dolgozunk lehetőleg természetes fénynél. Na itt a másik. Nekem ez nagyon nem tetszik. Akkor lehet, hogy alapjában véve az volt a baja, hogy az új gyertyának a hossza jó, a régi gyertyának a hossza meg nem jó. Jelentős a különbség, úgyhogy ha ezt én beleteszem, akkor valószínűleg a berúgókarral megpróbálom körbefordítani egyáltalán a hengert. Most jön az izgalom. A régit azért berakom, nem dobom el. Fölrakom a vaterára és milliókat keresek rajta. Mekkora érték lesz ez 2-3 év múlva, amikor a csatornám akkora lesz, mint a Eiffel-torony? Nyilván az egész családomra rájött a mászkálás odakint, hogy videózom. Egyébként nem tudják, hogy mit csinálok, hát ez az én dolgom. Na gyerünk! Fölraktam a kutyára a napszemüveget, de elszaladt. Na, felléptem. Na, hogyha ez se jön be, akkor majd mondjátok meg ti, hogy mi a baj. Ha? Furcsán tekeredett bele. Nem szoktam ennyit szarozni vele, csak simán. Gyorsan megy. Na jó lesz, vagy nem lesz jó? Mit mondatok? Összetörik az új gyertya, vagy a régi henger, vagy mi lesz? Na? Próbáljuk ki, mi? Na, berúgok arra, megpróbálom szépen körbe tekerni, aztán, hogyha valahol megakad, akkor rárúgok erősebbet. Ennek már mindegy. Kurva darazsak beköltöznek, vagy mi lesz? Totál egyértelmű, hogy hosszú a gyertya. Úgyhogy ennyi. De baromira imádom ezeket az ezeket, autós boltósokat. Nem az a baj, hogy nem néztem meg a gyertya méretet, hanem az a baj szerintem, hogy nem vittem el az eredeti gyertyát. Hétköznapi ember sajnos hajlamos hinni az olyan eladóknak, akik elhitetik magukról, hogy szakemberek. Most a hétfőn mehetek kicseréltetni, ráadásul számlát is eldobtam. Tanuljatok belőle, hogy ennyi fasságot nem lehet egyszerűen elkövetni. Jaj, bocsánat, ennyi butaságot, irgum-burgum. Jó, hát kiszerelem, aztán ennyi. Azt ismeritek? Óha, megint. Azt ismeritek, azt az érzést, vagy azt a látványt biztos ismeritek, amikor az útszélen lerobban egy autó, valaki fölnyitja a motorháztetőt, azt így néz bele, mintha értene hozzá. Én most pont olyan vagyok, mint a kútba néznék, tudod? Ez a kút.
Ez meg a nézés. Előbb-utóbb az lesz úgyis. Na, szóval akkor megyek hétfőn kicserélni a gyertyát, ebből a videóból se lesz semmi már vasárnap estére. Ilyen az élet. Kaptam tőle egy pofont. Hogy mondják ezt? Adtunk-e szarnak egy pofont a francba? Sose bízzatok senkibe! Ezért mutassam meg, hogy mi a helyzet, hogy mi a baj, nem? Hát, ha valaki még annyit se ért a robogózáshoz, mint én. Na szóval... Á, gyere ki! Jó, van a henger, meg van a dugattyú benne. A hengernek az elejére ugye fel van rakva a gyertya. És a dugattyú mozog. És hogyha ez a rész, ez a menetes rész túl hosszú, akkor az beljebb lóg és nekiütközik a dugattyú. És hogyha önindítóval rápróbálkozik az ember, vagy durván, akkor valami törik. Na most, aki látott már gyertyát, annak jó, aki nem látott gyertyát, annak elmondom, hogy itt a két pólusnak nem szabad összeérnie. Tehát ott van a gyertya hézag, mindegy, aznak is megvan a maga mérete. Ez most azért ér össze, mert gyakorlatilag, ahogy finoman elkezdtem rúgni a berúgókarra, szépen fogta a dugattyú, és behajlította. Egyébként nem vártam, hogy meg fogom csinálni ma délután a robogót. Na jó, titkon reméltem, de hát ugye a remény hal meg utoljára. De arra nem gondoltam, hogy ilyen hamar elakadok vele. De megint én vagyok a hülye, érted? Nem, majd nézzük meg, hogy hogy áll a medence. Ahelyett, hogy az elcigimet szívnám. Kicsit távolabb tartom. Közelebb tartom, akkor ilyen nagy az orrom. Na, mi újság a medencével? Telik. Megkérdezzétek a méretét, mert nem tudom. Majd itt, hol lesz a keresztfiam, akkor befektetem hosszába, és akkor így remélem, hogy hány bencényi a medencének az átmérőnye. Unokaöcseim is Bence, a piros B betűs is Bence, a Life-ból, a kuhár is Bence. Csupa Bencével leszek körülvéve. Na, kirakom az elakadási jelzőt, aztán hétfőn folytatom, hogyha lesz másik gyertya. Szevasztok!